2019. március 19-én délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazda Élet. Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak könyvkereskedés, a Marosszentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Nagy az érdeklődés a székelyföldi gazdaságfejlesztési program iránt. Kozma Mónika, a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója válaszol kérdéseinkre. Tulajdonképpen azért nem voltak versenyképesek a kisebb vállalkozók vagy a családi vállalkozások, mert nem tudták ugyanazt a minőséget előállítani a megfelelő technológia nélkül. Kovászna megye első helyen van, ami a földterületek öntözhetőségét illeti. Orbán Miklóst, az Agroszik Közösségek Közti Társulás igazgatóját kérdezzük. Közel 80 gazda, 3200 hektár területet tud öntözni ezekből az engedélyezett vízforrásokból. Majd a március közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Meg kell őrizni a székely kultúrtájat, a mezőgazdasági építészetben is fontos odafigyelni értékeinkre. Köllő Miklós műépítésszel beszélgetünk. Ez a táj nagyon ritka, ilyen szinten megmaradva szervesen Európában már nem létezik. Ez miatt az örökségünk egy olyan tőkét jelent, amit a jelen generáció okosan sáfárkodva a saját előnyére tud fordítani. Gyümölcsfa vásárlásakor a termelőhöz forduljanak, ha nem szeretnék, hogy átverődjenek. Erről beszélgetünk Adorjáni Balázzsal, a Sepsiye falvi Pinusiculus kertészet tulajdonosával. Ugye az volna a legjobb, hogyha a vásárlók egyenesen a termelőtől vásárolnák meg, mert a termelő az nem engedheti meg magának azt, hogy ha valaki pónyikalmát kér, akkor adjon egy jonatán vagy egy bármilyen almát, mert éppen neki ez eladó. Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk. A Mezőgazdasági Minisztérium és a Vidéki Beruházásokat kifizető ügynökség a napokban kötött kifizetési szerződést az Európai Beruházási Alappal. Ennek értelmében a vidékfejlesztési intézkedésekre sikeresen pályázók kedvezményes feltételek mellett vehetnek fel hitelt az önrész fedezésére. A minisztérium a vidékfejlesztési alapokból 93,87 millió eurót biztosít a hitelek odaítélésére. A kiválasztott bankok a Román Kereskedelmi Bank, a Libra Internet Bank, a Procredit Bank és az Unicredit Bank. A hitelt felvevők bővebb információért a fentebb említett bankokat kereshetik. Lehet pályázni a 16.4-es intézkedésre, a piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok kialakításának támogatására összesen 4,7 millió euróra. Az intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók közötti úgynevezett rövid láncú közreműködést és ellátást, valamint a helyi piacok fejlesztését. A piaci szereplőknek egyszerű törvényszéken nem jegyzett partneri szerződést kell kötniük. Az elnyert támogatás feldolgozógépsorok, a feldolgozott mezőgazdasági termékek kiszállítására alkalmas klimatizált haszonjárművek vásárlására, bemutató üzlet felszerelésére, számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések beszerzésére, a késztermékeik reklámozására, például termékismertetés célzó összejövetelek szervezésének költségeire, reklámkiadványokra, reklámfüzetek nyomtatási költségeire, reklám céljából létrehozott számítógépes honlap költségeinek fedezésére,
sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő reklámok kifizetésére, a közös termékbemutatókon, illetve kiállításokon való részvétel költségeinek kifizetésére fordítható. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működési költségeinek, illetve az alkalmazott személyzet fizetésének biztosítására is elkölthető. A napokban hozta nyilvánosságra a vidéki beruházásokat kifizető ügynökség az eddigi eredményeket a 2014-2020-as vidékfejlesztési tervben. Az uniós jóváhagyás szerint az új tervben összesen 9,472 milliárd euró pályázható a 2014 és 2020 közötti 7 éves időszakban, ebből 8,125 milliárd az uniós költségvetésből származik, amihez a román államnak 1,347 milliárd eurót kell kötelezően hozzátennie. Az országos összesítő szerint az ügynökséghez 56.900 pályázatot tettek le 8,64 milliárd euró értékben. A letett pályázatokból 30.707-et minősítettek kifizethetőnek 4,38 milliárd euró értékben. A megkötött szerződések száma 30.041, közel 4 milliárd eurós összegre. Az eltelt évek alatt az Unió a vidékfejlesztési alapból 3,56 milliárd eurót fizetett ki Romániának, ami 44%-os lehívást jelent. A vadgazdálkodás érdekében fontos lenne szövetkezeti jelleggel egy vadhúsfeldolgozót létrehozni. Erről egyeztetett a Hargita megyei vadgazdákkal, vadászokkal Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke és Bece István a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének vezetője. A találkozót János Zsolt falugazdász a vadgazdákkal való együttműködés felelőse kezdeményezte. Bece István elmondta, céljuk, hogy a székelyföldi vadásztársulatok ügyeit tudják összehangolni, és a többi mezőgazdasági ágazattal összhangban a konfliktusokat csökkenteni. A jelenlevők megegyeztek abban, hogy felmérik, mekkora kapacitásra lenne szükség a vadhús feldolgozóban, annak függvényében, hogy hány vadásztársulás kíván ebben partner lenni. A helyi vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak vásárlását ösztönzi a Háromszéki Vállalkozás Háromszéki Termék nevű védjegy programjával a Háromszéki Közösségi Alapítvány. Azt próbálják tudatosítani a vásárlókban, hogy ezáltal az elköltött pénz helyben marad, a helyi gazdaságot erősíti, helyieknek biztosít munkahelyet. A csatlakozó helyi érdekeltségű cégek termékei és szolgáltatásait megjelölik egy egységes szimbólummal, amely alapján a vásárlók beazonosíthatják, hogy a vállalkozás tulajdonosa háromszéki, helyben van bejegyezve és helyi munkaerőt foglalkoztat, illetve termékeik teljesen vagy részben helyi alapanyagból Háromszéken készülnek. A tavaly indított programhoz több tucat háromszéki vállalkozó és termelő csatlakozott, azonban a helyi vállalkozók körében is tudatosítani kell az együttműködés fontosságát, hogy lehetőleg egymástól vásároljanak terméket és szolgáltatást. Megkeseríti a háromszéki gazdák életét a vaddisznók, az érintettek azonban attól tartanak, hogy nem kapnak kártérítést. A közelmúltban a Gidófalva községhez tartozó Zoltán faluban több hektár legelőt tettek tönkre a vaddisznók. A gazdák attól tartanak, hogy maradnak a kárral, mert a törvény teljesíthetetlen kötelezettségeket ró rájuk, ha nem kerítik be a földjeiket vagy nem őrzik azokat, akkor nem kapnak kártérítést. Berde József, Gidófalva polgármestere szerint a tavaszi szántásban is hatalmas kárt tesznek a vaddisznócsordák, a vetés 80%-át feldúlják. Szerinte a vadásztársaságokat kellene kötelezni, hogy az erdőben tartsák a vadat. Fodor István bodoki polgármester, a helyi vadászegyesület elnöke szerint a gazdák is meg kellene értsék, hogy ne hajtsák be az erdőbe a juhokat, teheneket, kecskéket, mert ha a vadak élelem nélkül maradnak, akkor mennek a legelőkre, a szántóföldekre. Arra sincs alkalmazható törvény, hogy a pásztorok ne hajtsák be az állatokat az erdőbe, motorkerékpárral, ATV-vel ne lehessen zavarni a vadakat az élőhelyükön, és minden gombát és erdei gyümölcsöt ne gyűjtsenek be előlük. Mérési pontatlanságok miatt óriási mennyiségű faanyag kerül törvénytelenül a fafeldolgozókhoz. Háromszéken egy hét alatt 100 000 lej büntetést osztottak, és több mint 900 köbméter faanyagot koboztak el, amelynek értéke 313 000 lej. Nicoletta Tolvaj Marin rendőrségi szóvivő szerint március 7 és 12 között a rendőrök, csendőrök és az erdészeti őrség szakemberei egy átfogó akció keretében megvizsgálták a háromszéken áthaladó faanyagot szállító járműveket és egy háromszéken munkapontot működtető fafeldolgozó vállalatot,
hogy a raktáraiban felhalmozott famennyiség talál-e papíron és a valóságban. 25 röngszállító autót állítottak meg, és 18 esetben kiderült, hogy a kísérő dokumentumokban kevesebb fa szerepel, mint amit valóságban szállítottak. Megbüntették a szállítókat, és 8 esetben büntetést kaptak a fakitermelő cégek is, amelyek eladták a rönköt, és a valóságnál kisebb mennyiséget tüntettek fel a kísérő dokumentumokon. A rendőrségi szóvivő nem nevezte meg azt a háromszéki fafeldolgozót, amelynél megállapították, hogy tavaly október és idén márciusa között 859,1 köbméterrel több rönköt vett át, mint amekkora mennyiség a hivatalos dokumentumokban szerepelt. A fafeldolgozót 10 000 lejre büntették és elkobozták tőle a többletfa anyagot. Mint arról beszámoltunk, egy tavaly decemberi ellenőrzésen 500 köbméterrel több fát találtak a régi Holzindustrie Schweighofer udvarán, mint ami papíron szerepelt. Az osztrák vállalat azzal védekezik, hogy nekik korszerűbb mérőeszközeik vannak, mint a beszállítóiknak, innen származik a különbség. Az Európai Unió országaiban a farmok 30%-át nők vezetik. Az Eurostat adatai szerint Romániában ez az arány 34%. Ezzel szemben Lettországban és Litvániában a farmok felét vezetik nők. Az ellenkező oldalon Finnország, Málta, Németország, Dánia áll, ahol a farmok alig 10%-át irányítják nők. Az Európai Bizottság tervei szerint a 2020-ban életbe lépő új közösségi agrárpolitikában hangsúlyt fektetnének a nők mezőgazdaságban való foglalkoztatására, pénzügyi támogatással is serkentve vonzásukat az agrárium felé. Idén is közzétette a Hargita megyében alakult zöldség- és gyümölcstermesztő egyesületeknek, illetve feldolgozóknak szóló támogatási felhívását Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete. A termelési eszközeiket, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó konyháikat fejleszteni, bővíteni kívánó gazdegyesület támogatására ezúttal 50 000 lejt különítettek el. A keretösszegből a pályázók a tervezett beruházás értékének legtöbb 49%-ára tarthatnak igényt, azaz a fennmaradó 51%-os önrészt saját forrásból kell biztosítaniuk. A Vidékfejlesztési Egyesület által kínált eszközvásárlási támogatást a pályázók a zöldségtermesztést segítő öntözőrendszerek, különféle zöldség- és gyümölcsfeldolgozó gépek, illetve berendezések, rozsdamentes kagylók és asztalok, valamint üvegek, címkék, csomagolóanyagok beszerzésére vehetik igénybe. A pályázati dokumentumok benyújtásának határideje 2019. március 29-e. Bővebb felvilágosítást a Vidékfejlesztési Egyesület Csíkszeredai Megyeháza 244-es számú irodájában, vagy telefonon 0740-169-850-en szolgálnak. Megismételem a telefonszámot 0740-169-850. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a székelyföldi gazdaságfejlesztési programról beszélgetünk, előtte viszont Kovács Apolónia énekel. Sárga! A Gazda Élet mikrofonja előtt Kozma Mónika, a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója. Hogy halad a székelyföldi gazdaságfejlesztő program? Nagyon rövid idő alatt nagyon sok pályázat érkezett. Köszönjük szépen, jól halad az előkészítése, hiszen most tulajdonképpen 2019 év az a teljes mértékben a székelyföldi programról fog szólni, és az ennek meghirdetett első lépcsője volt a nagy beruházásokat támogató pályázati felhívás, ahova ugye tényleg valóban nagyon sok pályázat érkezett be, de a tömeges pályázati mennyiség, tehát a több ezres pályázat az majd valószínűleg a kis összegű visszanemtérítendő pályázat
nemzeti formára fog érkezni, hiszen ez, amely minden gazdát érint, és nagyon várják, azt gondolom, az emberek. Mire pályáznak a kis- és középvállalkozók? Az esetek nagy többségében olyan gépeket, olyan új technológiát vásárolnak meg, amelyhez egyébként nem jutnának pályázati támogatás nélkül hozzá, és erre véleményem szerint szükség is van, akár a mezőgazdaságban, akár más területén a gazdaságnak, mert mindeddig tulajdonképpen azért nem voltak versenyképesek a kisebb vállalkozók vagy a családi vállalkozások, mert nem tudták ugyanazt a minőséget előállítani a megfelelő technológia nélkül. Mire bíztatnák a kis termelőket? Ők mibe lássanak jövőt? A mi célkitűzésünk egyértelműen az, hogy próbáljuk szülőföldön tartani akár a fiatal gazdákat is, vagy pályázóinkat. Tehát elsődlegesen arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy amikor eldönti, pályázni fog, akkor jól gondolja végig, hogy milyen olyan eszközre, gépre van szüksége, amelyre akár 5 év múlva is szüksége lesz. Tehát nem a pillanatnyi trendet kellene követni, hanem azt, hogy ő mivel szeretne foglalkozni hosszú távon, ahhoz milyen eszközre van szüksége, és hát ugye egyértelműen mi mindig is azt mondjuk, hogy közeledik az agrár digitalizáció időszaka, fel kell készülni arra, hogy egyre inkább a digitális világban kell helytállni, ennek a függvényében is kell tudni dönteni. A Marosmezőségi programnál gond volt a telekelés. Az a Székelyföldön jobban megy, vagy itt is ilyen gondokkal küzdködnek majd a pályázók? Lévén, hogy ez a telekelés kategória, úgymond amelyben pályázni lehetett a földterületek betelekelésére, egy teljes kudarc volt, és ez ugye nem a pályázók, és nem feltétlenül az alapítvány munkája miatt, hanem egyszerűen a román közigazgatási rendszer ilyen átláthatatlan és bürokratikus. Ezért azt gondolom, hogy a székelyföldi programban nem tudjuk tovább vinni ezt a pályázati kategóriát, tehát meg kell találnunk először annak a módját, hogy meg kell találja Románia annak a módját, hogy rendezze a jogi hátteret, a jogszabályi hátteret, és akkor utána a következőkben mi szívesen állnánk egyébként egy támogatással mögé az ügy mögé. Az elmúlt 2,5 percben Kozma Mónikát, a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatóját hallották, most Szávai Ibolya énekel. Egy sem rózsa, ki pirosat nem nyílik. Nincs édesebb a padarka szőlőnél, nincs igazabb az első szeretőnél, mert az első tud igazán szeretni, a többivel de sokat kell szenvedni. Összefolyik a Tisza a Dunában, összeillik a Szöke a Barnával, bánom is én, ha illik is, ha nem is, szőke vagyok, szőke a szeretőm is. Bánom is én, ha illik is, ha nem is, szőke vagyok, szőke a szeretőm is. Orbán Miklós vagyok, az Agroszik Közösségek Közti Társulás igazgatója. Én úgy tudom, hogy az öntözési lehetőség megvan oldva Kovászna megyében. Pontosan hol és milyen módon? Volt egy érdekes kezdeményezésünk, mi úgy gondoltuk érdekes, hiszen az országban egyedül álló felszíni vizekből, tavakból, folyókból engedélyeztettünk gazdák kérésére területeket. Ez annyira jól sikerült, hogy a tavaly fejeztük be a második részét, tehát közel 80 gazda, 3200 hektár területet tud öntözni ezekből az engedélyezett vízforrásokból, tehát vízfelvevési pontokat engedélyeztünk, onnan
az öntöző berendezésükkel öntözhetnek. A másik öntözési módszer az a régi kommunizmusból visszamaradt öntözési talaj alatt bevezetett öntözési csövek és rendszerek felújítása. Ez az Ódból történik Kovászna megyében, Szépmező környékén 360 hektár körül újítottak már fel, és ez folyamatban van, nő a terület. Tehát teljesen új csövezet, új pompaház, és a parcella végén vannak a csapok. EU-s kiírás 100%-os, tovább bővítik, hiszen megnyertek egy bővítés pályázatot. Remény van Maksán a versenyőitóból, ott is az Aniffal közösen a gazdák egyesületbe álltak, és az ottani jogviszonyokat rendezték, úgyhogy már pályázhatnak lassacskán a Maksa környéki öntözésre is, valamint Régy után Telek fele van még lehetőség ilyen régi öntözőberendezések felújítására, úgyhogy én azt gondolom, hogy Kovászna megye ilyen szempontból az Erdély megyékben mindenféleképpen élen jár. Azok a gazdák, akik eddig még nem társultak, azok részesülhetnek ebben a kedvezményben, vagy kell csapódjanak valahová? Így magánemberként nem élvezhetik ennek az előnyeit. Elég széleskörű felhívás volt annak idején is. Aki nagyjából akart, az csatlakozott. Azt kell tudni, hogy ha egy folyó szakaszon öntöznek, akkor ott programálás van. És bizony vannak olyan folyók, patakok, ahol már betelt a programálás. Bizony nehéz lenne most. Személyre szabottan tudnám megmondani, hogy ki hogy fér bele, vagy befér egyáltalán az öntözésbe. Ezt mindenféleképpen egymással kell lebeszéljék. Bővítésre van lehetőség, vagy most egyelőre ez a rendszer ez így marad? Én úgy érzem, hogy a felszívni vizekből, a tavakból, folyókból való öntözés az nagyjából telítődött. Aki akart, szerette volna, az engedélyeztette. Még jöhetnek persze egyénileg jelentkezők, de nagyjából telítődött ez a rész, hiszen a patakok, folyók száma is, meg hozama is az véges. Elhangzott interjúnk Orbán Miklóssal, az Agroszik Közösségek Közti Társulás igazgatójával készült. Legyünk büszkék örökölt értékeinkre, forduljunk bizalommal a faiskolásokhoz, ha biztosra akarunk menni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Kerestély László énekelt, a következő percekben néhány március közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. A rügyfakadás után egérfül állapotban a lisztharmat fertőzés megelőzésén kívül legfontosabb teendőnk a varasodás elleni rendszeres védekezés megkezdése az almafák esetében. A fertőzés veszélye egy-két napos enyhe tavaszi eső után különösen nagy. Ilyenkor kontakthatású, lehetőleg résztartalmú készítményt használjunk. A két gombás betegség ellen együttesen védekezzünk, rézoxiklorid vagy mankocep hatóanyagú szerhez dinokap hatóanyagú szert adjunk. Ha a télvégi lemosó permetezést nem végeztük el, most érdemes a sodromolyok későbbi kártételét megelőznünk. A növényvédő szerek közül a foszalon, fenitrotion hatóanyagúakat válasszuk, amelyek egyúttal a nagy téli araszoló és a kis téli araszoló kikelő hernyóit is pusztítják. A kártevő rovarok elleni permetezést természetesen kombináljuk lisztharmat és varasodás elleni védekezéssel. Most használjunk utoljára kén, illetve dinokap hatóanyagú szert, később a hasznos szervezetek kímélése miatt már nem ajánlottak. Ha a fákon a piros gyümölcsfa takácsatka tojásainak tömege telelt át, és nem végeztük el a télvégi agrolos nevikénes lemosó permetezést, érdemes speciális környezetkímélő tojásölő készítményt használni. Ne felejtsük el az aknázó molyok feromon csapdáit kihelyezni. A körtefáknál zöldbimbós állapotban a varasodás elleni védekezés a legfontosabb teendőnk.
A kártevők közül ez az időpont a legalkalmasabb a körte levélbolha elszaporodásának megelőzésére. Ilyenkor a tojásrakást akadályozzuk meg, illetve a fiatal lárvákat pusztítsuk el. A varosodás és a levélbolhák elleni együttes védekezésre szervetlen vagy szerves kontakthatású gombaölőszert és lehetőleg kitinszintézisgátló rovarölőszert tegyünk a permetlébe. A málnásokban rügyfakadáskor továbbra is fontos a didimellás veszőfoltosság aszkospora fejlődésének és az elzión és veszőfoltosság konidium képzésének gátlása. Ehhez csatlakozik a telelőhelyeiket elhagyó málnamoly és a sodromoly hernyok rügy, illetve hajtás kártételének megelőzése is. A kombinált védekezésre rézoxiklorid, rézhidroxid vagy kaptán mankocep hatóanyagú gombaölőszert és foszalon, diazinon vagy lufenuron hatóanyagú rovarölőszert használjunk. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha avas a zsír, egy szelet cikkadt kenyeret süsünk meg benne, magába szívja az avas ízt. Ha a sáfrányt használat előtt egy száraz serpenyőben kicsit megpirítjuk, intenzívebb íze lesz. A narancs vagy citrom vékonyan hámozott héját megszárítjuk, kávédarálón ledaráljuk, hetekig eltarthatjuk jól záródó üvegben, sütéshez használhatjuk. Ha tojást főzünk, ne csak sót tegyünk a vízbe, hanem egy kevés zsiradékot is, mert így egészen biztos, hogy lejön a héja, és egyben marad a tojás. Ha valamelyik ételünk ehetetlenül csípősre sikerült, tegyünk bele egészben egy meghámozott almát. Hogy lehet azt megcsinálni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, Kőlő Miklós műépítész? Hát nehezen. A hagyomány szempontjából közelítve azt kell látni, hogy a hagyomány az nem merev, az mindig változik. Nem a korszerű a hagyománynak az ellentétje, nem a modern, a kortárs, hanem a haszontalan. Tehát mindez, ami haszontalan, az kikopik a hagyományból, és mindaz, aminek helye van benne, az beépül. De ez a hagyomány, ez egy folytonosság, ez nem egy törés. Tehát az a léptékváltás, amit egy ipari gazdálkodás jelent egy kultúrtájban, ez nagyon meggondolkoztató olyan szempontból, hogy lehet, hogy pillanatnyilag a mezőgazdaság számára plusz bevételt jelent, de kultúrtáj szempontjából, ami egy középkori kultúrtáj, a székely kultúrtáj, ez hátralépést jelent, és a kecske és a káposzta is helyzetre visszatérve, igen, ezt kell tudatosan elmondani, hogy lehet, hogy esetenként a mezőgazdász is többet kell kölcsön arra az épületre, mint amennyit eredetileg gondolna, azért lehet, hogy lassabban tudja megcsinálni ezt a beruházását, de cserébe nem rontja el azt a kultúrtájat, amelyiket megörökölt az ősöktől, és azt tovább tudja gondozni. Akkor ez olyan plusz nyereséget jelent neki, hogy a termését jobban el tudja adni, a termékét nem kell elvigye a nagyvárosi piacokra, mert ugye Székelyföld közelében nem sok nagyváros van, tehát ez igazából tartósított termék kell lehet elérni a nagyvárosi piacokon, hanem elérhető az, hogy eljönnek ide, és itt fogyasszák el ezt a terméket a vendégészakákkal, a turista programokkal együtt ebben a tájban. És mivel ez a táj nagyon ritka, ilyen szinten megmaradva szervesen Európában már nem létezik, ez miatt az örökségünk egy olyan tőkét jelent, amit a jelen generáció okosan sáfárkodva a saját előnyére tud fordítani. Itt Székelyföldön van-e olyan község, vagy egy olyan falu, ami még úgy többé-kevésbé megmaradt a régi építészet szempontjából, a hagyomány szempontjából, vagy most már mindenhová nem odaillő dolgok épültek? Hát ez egy nagyon érdekes folyamat, mert a 18. században még egy viszonylag egységes Székelyföldről beszélgethetünk, Székelyházával meg ami van, és ez gyakorlatilag azóta folyamatosan töredezik kis tájegységekre, főutak mentén inkább jelen van a modernizáció, de ez nem igaz, mert
egyre inkább vonzóvá válnak az eldugottabb helyek, és a változás az teljesen jogszerű. Tehát van olyan fal, ami messziről úgy néz ki, hogy nem változott semmi, például a Csikrákos, és ki tudja használni ezt olyan módon, hogy rá is lehet látni erre a kultúrtárról, mi emlékekről, és az építkezési szabályzóval ügyel, hogy a tetőcserepek ne legyenek színesek. Tehát Csikrákos esetében meg lehet mutatni, hogy messziről úgy nézett ki egy falu, közelről meg el kell menni egy picit más helyre, megnézni, hogy nézhetett ki egy falu. Az, hogy például Madarason lesz egy sípálya, és a sízők átjárnak Rákosra, ez Madarason megengedhet egy sokkal modernebb fejlesztést. És a helyi anyagokkal igazából korszerű építészetet is lehet művelni, mert a régi építészei közül sokan elég jó díjakat hoznak ebből a hagyományos mesterségeket értetik tovább, és ebből próbálnak. Nem nagyon látványos, de a közösség számára nagyon fontos módon építészetet létrehozni, és ez egy progresszív építészet. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a helyi mesterembereknek ad munkát, nem viszi ki a pénzt a régióból, és így a helyi mesterember is tudja fizetni a gyerekének a zongoraóráit, vagy a sportedzéseit, vagy ilyesmit, ami igazából nagyon fontos. Ezt kell véglátni, hogy amennyiben ez a gazdaság egymást segítve, a közösségi szempontokat erősítve tud fejlődni, akkor van jövőnk itt, és integrálni tudunk későbbi növekedést is, mert most igazából arról kell beszélgessünk, hogy valószínűleg a jelenlegi erőforrásainkkal a meglévő helyzetet kellene konzerválni, és úgy megtervezni, hogy ne egy romhalmazba éljünk, hanem vonzók maradjunk. Tehát ezt a tájat a gyerekeink is tudják használni, tehát itt az örökségről beszélgetve nem nagy töréssel, mi meg tudjuk csinálni ezt a fejlődést, ami egy minőségi és nem egy mennyiségi fejlődés, akkor valószínűleg, hogy ez a terület vonzó lesz, mert jelen pillanatban az ország fejlesztési terveiben a magas természeti környezetért, illetve a magas minőségű épített örökségéért van ez számon tartva, és ez a régió itt van az ország közepén, de közben az ország perifériáján. Mindezek olyan dolgok, hogy lehet, hogy egy elkeserítő jeleni helyzet mellett mégiscsak nagyon sok pozitív ér van benne, hogy ezt érdemes jól végig gondolni. A szabályozás az milyen? Ha mondjuk én építeni akarok, akkor szorgalmazzák azt, hogy olyan épületet hozzak létre, ami illeszkedik a tájba, vagy mindenki azt csinál, amit akar? Ezt nem szabályozzák le. Két típusú szabályozást láttam gyakorlatban. Az első megmondja, hogy mit ne csináljak, és ez az a baj, hogy merev, mert minden, amit nem ír le a szabályozó, azt szabad, főleg egy ügyvéddel. A másik típusú szabályozó az meg elmondja, hogy mire kellene figyelni a terjeszkedés során. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya az 7 pontból áll, amióta megcsinálták, és működőképes. Nálunk két havonta már nem tudom követni, hogy melyik törvény ezelőtt mi volt, és nem működik. Ezért fontos megérteni ennek a középkori katonai demokráciát kifejező kultúrtájnak, épített és természeti környezetnek a lényegét, hogy azok a beavatkozások, amik benne történnek, azok ne mondjanak ennek ellent. Ezen belül nagyon modernek is lehetnek, ahol ennek helye van, ahol pedig esetleg egy műemléki környezet megkérdőt visszafogottabban, de nagyon izgalmasan ott is meg lehet csinálni. A hagyomány az egy nem fix, ez egy változó dolog, ez a tradinováció, amelyik mindig integrálja a modernet, mindig elhagy a régiből, ami nem fontos számára. Én úgy gondolom, hogy ezzel tudatosan, jól élve egy olyan lehetőség van a kezünkbe, amivel mi meg tudunk maradni. Köllő Miklós műépítészt kérdeztük az elmúlt 5,5 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Mátyás Judit énekel.
Adorjáni Balázs vagyok, Pinusiculus kertészet, Ilyen-Falva. Mi a gyümölcsfák és a dísznövényeket árulunk, de még mindig azért a gyümölcsfák, gyümölcsbokroknak van nálunk a legnagyobb keletje. Aki kiskertbe viszi, inkább a régi fajtákat. Aki viszont ültetvényt csinál, tudatosan, hogy almalének fogja árusítani, vagy eladásra a gyümölcsöt, de inkább az újabb fajtákat, mert az újabb fajták között vannak nagyon jó rezisztens fajta gyümölcsfajták. Kellett-e küzdködni a betegségekkel, kártevőkkel? Ugye itt nálunk rendszeres permetezési időszakonként megvan, hogy mikor permetezünk, ezáltal nincsen az, hogy mostan beütötte a fejét egy betegség vagy kártevő, tehát mi megelőzzük. A piac azt igényli, hogy legyen egy fa szép, méretes, ezért nem tudjuk azt, hogy csak akkor permetezzünk, amikor kedvünk van vagy időnk van, tehát azt folyamatosan kell folytatni. Mire figyeljenek a vásárlók, amikor gyümölcs vagy csemetét vásárolnak? Ugye az volna a legjobb, hogyha a vásárlók egyenesen a termelőtől vásárolnák meg, mert a termelő az nem engedheti meg magának azt, hogy ha valaki fónyikalmát kér, akkor adjon egy jonatán, vagy egy bármilyen almát, mert éppen neki ez eladó. Mert mi szembe kell néznünk holnap után is, és évek múlva is a vásárlókkal. Csak ezt, ha piacon vásárol, ezt nem lehet kiküszöbölni, mert nagyon-nagyon szakszerű kell legyen az illető, hogy megismerje a különböző fajtákat. Lombkorona nélkül. A másik, amire oda kellene figyelni, hogy legyen egészséges, a gyökérzet legyen egészséges, és egyáltalán, hogy legyen benne élet, ne legyen kiszáradva, mert nagyon sokszor én találkoztam a piacon, leginkább tavasszal, ugye, hogy ott vannak hetek óta a piacon, és néztem, hogy már össze vannak rendesen száradva a gyökérzet, és a szára is, látom, hogy még akkor is olyan van, hogy megvásárolják. Hogyan ültessük el ezeket a gyümölcsfákat? Ugye nálunk az ültetési szezon úgy volt megszokva, hogy tavasszal van. Tehát nem, hogy csak tavasszal, hanem nálunk már szinte akkor kezdtek ültetni, mikor már a fák kezdtek virágozni, jó idő lett, és akkor jöttek, hogy na hát lehet-e gyümölcsfát ültetni. Mondom, nem, hogy lehet, már ki vagyunk menve. Amúgy az őszi ültetés az egy nagyon-nagyon jó ültetési időszak, kivéve a nem nagyon húzatos a hely. Mert ugye minden szakkönyv azt írja az őszi ültetésre, és Székelyföldön azért mindig ott az a szem, hogy a nagyon húzatos a hely, azért akkor jobb megvárni a kora tavaszt az ültetésre. Mert ha jön egy nagyon kemény tél, egy húzatos szeles tél, akkor volt olyan, hogy az oltványok a hótakaróig visszafagytak. De azért az őszi ültetés előnyös is, mert ugye sokkal kevesebbet kell öntözni. A másik előnye az, hogy már az ősszel elültetett gyümölcsfák elkezdenek gyökeresedni. Tavasszal, amire rá lehet menni a földre, már azok be vannak gyökeresedve, meg vannak élve az őszi ültetés. Adorjáni Balázzsal, a Sepsi Ilyen-Falvi Pinusiculus kertészet tulajdonosával beszélgettünk az elmúlt percekben. A mikrofont most Széles Erzsébet veszi át. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt ajánlata. Ma a gyógyító növények termesztése és felhasználása című könyvet ismertetjük. A gyógynövényekkel kapcsolatos ősi tudás sok fejlett országban szinte teljesen kihalt, ám az utóbbi évtizedekben újjáélett az érdeklődés jótékony hatásukkal kapcsolatban. A könyv célja, hogy megismertesse az olvasóval számos ismert és kevésbé hagyományos növényt, ízt és bőrápoló terméket. Fedezze fel a 100 leghasznosabb gyógynövényt, amelyek hozzájárulnak a természetes egészségmegőrzéshez és a jobb közérzethez. Ismerje meg, hogyan használhatja az egyes gyógynövényeket az otthoni gyógyításban, és hogyan lehet őket termeszteni, szaporítani és szüretelni. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 56 szám alatt,
ahol a márciusi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Centrál Könyvek, az Animus kiadó, a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt kedden elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt, összesen 181 személy. Ők könyveket és könyvutalványt nyerhetnek, most 217 név közül sorsolunk. A Kobak könyvkereskedés egy 15 leves utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri, ő Bajna Erzsébet Gyergyó Szemmiklósról. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja Kis Ildikó Sepsiszentgyörgyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Székedi Ferenc a Nagy Erdélyi Játszma című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti Nagy Csilla Erdőszentgyörgyről. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 121 személy tette meg, 205 név közül sorsolunk. A szerencsés Lukács Margaretta Küsmödről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Székely és az Eszter Erdélyi Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Rózsa Béla és népi zenekara muzsikált. Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben. A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a friss és savanyú káposztájé 5 lej és 6 lej, a sárga hagymájé és muroké 4 lej és 6 lej, a vörös hagymájé 6 lej és 8 lej, a fekete reteké 4 lej és 5 lej, a savanyúságoké 8 lej és 10 lej, a céklái és salátái karalábéé, zöldhagymájé és hónapos reteké 3 lej és 4 lej, a fokhagymájé pedig 20 lej. A töltenivaló paprika, paradicsom és gomba kilója 10 lej és 14 lej, a szemespaszulyé 8 lej és 12 lej, a petrezselymé 10 lej és 15 lej, a spenót kilója pedig 8 lej és 10 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld, lestján és zöld kaporkötése 1 lej és 2 lej, a száraz kaporé és csombordé 2 lej és 3 lej, a tormájé 12 lej és 15 lej, a karfiolé 10 lej, a celleré 7 lej és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 70 bani és 1 lej. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körtéjé 5 lej és 8 lej, a szöllőjé 10 lej és 14 lej, a dióbél kilója pedig 25 lej és 40 lej, a tehénsajt orda és túró kilója 20 lej és 22 lej, a tejlitere 3 lej. A vegyes méz kilója 30 lej és 32 lej, az akácmézé 32 lej és 35 lej, a dukhagyma kilója 14 lej és 16 lej, az erdei saláta csomója 2 lej és 3 lej, a csaláné pedig 2 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza.
A Mező Sámson Díj Citera zenekar muzsikált. Jövökeden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Tankó Edit, Gyimes Felsőlóki Csángó Bunda készítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrár Gazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Sepsiszentkirályról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Márkus Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a SoundCloudon és a YouTube-on újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!